Üdvözlöm Önöket, az Öböl Televízió híradóját látják. Nézzük főbb híreiket először egy-egy mondatban. Végleg megállhat a földmozgás az akaratjai vasút alatt. Masszív támaszrendszert építenek a sínpár megóvása érdekében. Csapadékvíz elvezetés Balatonalmádiban. 72 milliós felújítási program zajlik a város területén. Megújulhat a fűszfői sportszálló. Az önkormányzat közel 37 milliót költhet az épület korszerűsítésére. Már zajlanak a munkálatok a Balatonakaratjai Bercsényi lejáró mellett húzódó vasútvonal megóvása érdekében. A MÁV korábban egy átmeneti hidat és egy mélyszivárgót építetett a területre. A szakemberek most végleges megoldást dolgoztak ki a sínpár alatti lösz mozgásának megállítására. Ez a több száz millió forint értékű fúró éppen a majdani támszerkezet szőlőpjeinek helyét készíti elő az akaratjai vasútvonal mellett. A kivitelező cég szakemberei és a tervezők szerint a most zajló munkálatokkal meg tudják fogni a sínpár alatt korábban többször megcsúszó földtömeget. A támszerkezet részét képezi 77 darab 1 méter átmérőjű, 20 méter mélységű cölöp, melyet védőcsöves technológiával kell elkészítenünk. Ez Magyarországon nem teljesen elterjedt technológia. A felszerelést, a csőforgatót és a védőcsövet mi is Ausztriából, illetve Németországról hoztuk be a feladat elvégzéséhez. Ez a cölöpfal, ami a provizóriumok elé kerül, ez 57 méter hosszú lesz, egy nagy vasbeton szerkezettel, egy fejgerendával lesz összekötve, és rámerőlegesen 5 darab egymásba metsző cölöptárcsa készül, amely a vasúttal párhuzamos cölöpfal megtámasztására szolgál. Ezt a keresztmerevítő rendszert 21 fokos szögben megdöntik majd, a most látható felvonulási területet pedig elbontják, így a domboldalba illeszkedő támrendszert tudnak kialakítani. Minden második cölöp ilyen vasalatot kap, így még erősebb lesz a földben lévő szerkezet. A csapadék elvezetését is megoldják, a felszín alatti vizek kivezetéséről már korábban gondoskodott egy mélyszivárgóval a MÁV. A munkálatok első szakaszával december 20-áig végeznek, ezt követően várhatóan március elején vonul fel újra a strabag. Ekkor a korábban beépített átmeneti hidakat bontják el, éppen ezért március 21-től 25 napon keresztül várható vágányzár a vonalon. Ez idő alatt 24 órás műszakokban az alapoktól jelentősen megerősítve újraépítik a vasút érintett szakaszát. A projekt összességében 335 millió forintba kerül, az átadás várható időpontja 2013. június 14-e. Folytatódik az év elején elkezdett csapadékvíz elvezetési program Balatonalmádiban. Az önkormányzat bruttó 71 millió forint értékben végeztet el útfelújításokat, támfal megerősítést és járdaépítéseket a város területén. Jelenleg a Dózsa-György utca felső szakaszán dolgoznak az építőmunkások. A csapadékvízelvezetés kialakításán dolgoznak a Dózsa-György út felső szakaszán. Egy évtizedes tartozását törleszti most az önkormányzat azzal, hogy befejezi az út felső részét. Ez a Dózsa-György út és a Vízmeder utca csatlakozása. Itt egy útfelújítás, útburkolat befejezést csinálunk, ami egy évtizedes elmaradás. Tulajdonképpen a Dózsa-György út aszfaltos út kiépítése korábban megtörtént. Ennek a szakasznak azért nem volt befejezése, mert a szennyvíz csatorna hálózat később fejeződött be, mivel ez pár évvel ezelőtt elkészült, ezért ezen a szakaszon is az útburkolat helyreállítása most megtörténik. Aszfaltos útburkolatot építünk, a csapadékvíz elvezetés megoldása pedig nyílt rendszerrel a Dózsa-György út felé, valamint a Vízmeder utca felé fog megtörténni. 11,5 millió forintos összköltségvetéssel végzik el a munkát, ami egy több utcát érintő program részeként valósul meg. Még az év elején döntött a testület arról, hogy bruttó 71 millió forint értékben rendelnek meg felújításokat, támfal és járdaépítéseket
a város saját költségvetésének terhére. Ennek keretében megépül a Dózsa-György út felső része, az Óvári úton egy beszakadt támfal megerősítése fog megtörténni, a Radnóti út, Radnóti Mihály út megépítése, felújítása, önerős útépítések keretében a Must utca, Kisberényi köz, Cserfa utca, Csalogány utca építése lesz, valamint már elkészült a Vöröshegyi út és a Balázs Béla út közötti csapadékvízelvezető rendszernek a megépítése. A felújítások egy része közel 10 millió forint értékben áthúzódhat a következő év tavaszára. A saját forrásból finanszírozott csapadékvíz elvezetés mellett uniós forrást is bevon az önkormányzat az építésekbe. A jövő hónapban kezdődhet meg egy pályázati összegből a Vörösmarty utca megújítása. Elkészült a Nemzeti Turizmus Fejlesztési Koncepció tervezete. A nemzetgazdasági miniszter az elképzeléssel kapcsolatban az MTI-nek elmondta, ha sikerül megragadni a lehetőségeket, a következő években a turizmus lehet a magyar gazdaság egyik legfontosabb húzó ágazata, a feldolgozóipar és a mezőgazdaság élelmiszeripar mellett. A dokumentum már a kormányon belüli szakértői körben van, és két hét múlva a tervek szerint a szakma is megismerheti. Az erre épülő új turizmus törvény tavaszra születhet meg. A koncepció legalább 10-15 évre szól, ezért akár az év végéig is eltarthat róla az egyeztetés. Balatonfűzfő önkormányzata pályázat keretében felújítja a sportszállót. A beruházás részeként az épületet akadálymentesítik, a tetőtérben új vizes blokkokat alakítanak ki, és hőszigetelik a falakat. A program összköltsége közel 37 millió forint. És három darab háromágyas szoba felújításra kerül. Már régen megérett a felújításra a Városi Stadionban álló sportszálló épülete. A tetőtérben lévő 11 darab kétágyas és 3 darab háromágyas szobát megújítják, és vizes blokkokat is kialakítanak. A munkálatokat egy pályázat részeként végzik el. A Magyar Állam és az Unió a vidékfejlesztési program keretében közel 17 millió forintot, az önkormányzat kicsivel többet, 20 milliót ad az átalakításra. Így megvalósuló építmény ingatlan felújításában többek között megújul az épület energetikai része, megújul a külső szigetelés, megújul a nyílászárócsere, és a felső szálláshelyek is bővülnek, valamint olyan funkciók kapnak benne, ami egy gyermek és ifjúsági szálláshelyre szükséges. Lesz központi csomag és értékmegőrző, étkező társalgó büfével és betegszobát is kialakítanak. Leburkolják az évek óta beázó teraszt is. Megújul a fűtésrendszer és hőszigetelik a házat. A munkálatok a közeljövőben elkezdődhetnek, zajlik a közbeszerzési eljárás. Az önkormányzat a beérkezett közbeszerzési ajánlatok közül négyet tegnap érvényesen nyilvánított. Holnap lesznek a tárgyalások, a végleges tárgyalások a közbeszerzési bizottság előtt, és vélhetően októberi ülésen a testület dönt. Ha minden sikeres, akkor november elején a munkálatok elindulhatnak, és április végéig, a jövő április végéig be is fejeződnek. A beruházástól azt várja az önkormányzat, hogy a komfortosabb környezet több vendéget vonz majd a Városgondnokság által üzemeltetett szállóba, aminek most nagyjából 50%-os a kihasználtsága. Az idősek világnapja alkalmából idén is köszöntötték a Balatonkenesén és Akaratján élő szépkorúakat. A közművelődési intézmény a szociális alapszolgáltatóval és a város intézményeivel közösen rendezte meg az eseményt, ahol az óvodások és az iskolások adtak műsort a nyugdíjasoknak. Az idősek világnapja alkalmából rendezett kenesei ünnepségen először a Kipkop óvoda adott műsort. A legkisebbek mondókákat, gyermekdalokat és verseket adtak elő. Közel 100 nyugdíjas fogadta el az önkormányzat meghívását, a sportcsarnokban tartott eseményt a Kultúraháza rendezte, és a városban működő intézmények segítették. Jóvá tenném, mit mulasztottam, de nem lehet, mert ő már messze jár. Ó, mennyi mindent nem tettem meg, még nem késő,
te még megteheted. Megőszülve is maradj gyermek, mondd meg neki, mennyire szereted. Az iskola diákjai is készültek az estére, ők is szavaltak verseket, és a művészeti oktatásban résztvevő fiatalok zenéltek is. Beszédet a város polgármestere mondott, Tömör István köszönetét fejezte ki az idősek munkájáért, amivel a most aktív korosztályok életminőségét javították. Sokan mondják az idősek közül, megették már a kenyerük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a család, a nemzet, és most már a pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan, anyagi gondokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek, unokák nyújtotta örömökkel, borúval, derűvel morzsolják lassúboló tempójú napjaikat. Mi, mindnyájan, akik ma jelen vagyunk ezen az ünnepségen, kívánjuk Önöknek, hogy a többi évtizedek közösen kiválasztott úton haladjanak tovább jó egészségben. A köszöntőt követően a Református Nőszövetség vezetője nyújtott át egy költeményt ajándékgyanánt, majd Farkas Edina és Somos Zoltán operettslágereket énekelt. Én nagyon szeretem az operettet, én fiatal koromban Pécset minden operett előadást megnéztem, ezen oknál fogva nekem ezek nagyon-nagyon a szívemhez nőtt darabok voltak. És mi a véleménye arról, hogy az önkormányzat megszervezi évről évre itt az idősek napját? Nagyon kedves tőlük, és főként az, hogy igyekeznek olyan számokat behozni, ami az időseknek, hogy úgy mondjam, a szívéhez nőtt. De jól mulattam, kellemes társaság vett itt körül, úgyhogy nagyon jól éreztem magam, és remélem, hogy máskor is sikerül majd eljönnöm. Miért döntött úgy, hogy eltetszik jönni? Hát rászántam magam, mert jó idő volt, kellemes volt a hangulatom, és azt mondtam, hogy itt mi talán még kellemesebbé válik. A műsor végén vacsorával vendégelték meg a megjelent szépkorúakat. A két település részen összesen 23-90 év feletti lakos él. A Karattyán 9 kenesén 14 személy töltötte már be a 9. X-et. Híradónkat látták. Kistérségi magazinunkban a Balaton vízgyűjtő területét érintő kutatással, a 8-as főút fejlesztésével és a Királyszent Istváni Polgárőr Egyesület működésével foglalkozunk. Várjuk kérdéseiket és véleményüket a képernyő alján látható elérhetőségeinken. Ajánlom figyelmükbe Facebook oldalunkat is. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!